Köszöntöm a műhely nézőit. Remélem és bízom benne, hogy minél többen tartanak velünk a mai adásban, és hogyha így tesznek, akkor megismerkedhetnek majd egy pusztinai gyerekkórussal, Moldvai Csángó vendégeket. Köszönhetünk majd itt a stúdióban. Találkozhatnak egy rendkívül tehetséges fiatal grafikussal is. Aztán lesz egy kis karnevál színház, az Experidance legújabb produkciójába is betekinthetnek, és a Képtár egy új tárlatába is engedünk majd egy kis bepillantást. Ha velünk maradnak, és hogyha ezt jelzik is, hogy velünk tartanak a mai napon, és hogyha a megszokott telefonszámra elküldik az SMS-eket, ugye 0620-2020-800-as, akkor nyerhetnek két belépőt az Experidance és a 100 tagú cigányzenekar szólistáinak közös fellépésére, amely augusztus 21-én a Sárvári Spirit Hotelben lesz majd. Most azonban adásunkban elsőként arról, hogy koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek a közelmúltban a toronyból elhurcolt romákra a településen a holokauszt 70. évfordulóján. Isten, könyörülj meg nékünk! Ne szenvedjen tovább népünk. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. A cigány himnusz is elhangzott az elhurcoltak emléknapján, ahol az egybegyűltek előtt a község polgármestere arról beszélt, miért fontos megtartani minden évben a találkozót. Ami a birtokunkban van, azért felelősséggel tartozunk. Törődnünk kell vele. Gondoskodnunk kell róla, ahogy gyermekeinkről, szüleinkről, ahogy az otthonunkról, ahogy a barátainkról azért, mert a miénk. Mert a történelem közös örökségünk, közös feladatunk is, ezért kell megemlékeznünk a holokausztról akkor is, ha fájdalmas ez a megemlékezés. Ó, ebédem, ó, vacsorám, boldogtalan minden órám. Nézem a csillagos eget, itt minden évben megemlékezik a település, a toronyból elhurcolt romáknak áldoznak a mai napon, tisztelegnek az ódafalánál elhelyezett emléktáblánál, amelyet országosan elsőként állított az annak idején a tanács, még 1984-ben, majd ezt követően 20 évre rá egy újabb emléktábla követte. 1944-ben 24 romát vittek el a településről, 13-an érkeztek vissza, és sajnálatos módon ma már csak egyetlen túlélője van. A most 85 éves Horváth Sándorné Zsuzsi nénit 14 évesen vitték el, ok és magyarázat nélkül, akárcsak többi 23 fiataltársát. Azért fáj mindig, mikor ide átjönnek, a szívem kalapál. Hát nem. Nagyon-nagyon sokat szenvedtük, azt már nem is kell mondani, úgyis mindenki tudja. És köszönöm, hogy megcsinálták azt az uraknak, még mindig emlékeznek ránk. A toronyi óvoda falán elhelyezett emléktábláknál koszorúzással és mécses gyújtással tisztelegtek a résztvevők, majd valamennyien a művelődési házhoz vonultak, ahol Ferkovics József roma festőművész holokausztról készített grafikáiból nyílt kiállítás. Az interneten nagyon kevés fotó és hivatkozás van roma holokausztra, ezért fontosnak találtam, hogy legyen egy olyan gyűjtemény, egy anyag, amit bármikor ki lehet állítani, megtekinteni, ami rólunk szól.
Ferkovics József festőművész alkotásait augusztus 17-éig tekinthetik meg a Toronyi Művelődési Ház látogatói. Isten könyörülj meg nékünk! Ne szenvedjen tovább népünk. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Tisztelt társaim!
Szent István dicsértessék énekelte a Pusztinai Magyarház gyermekcsoportja, és köszöntöm itt a stúdióban nem csak a gyermekcsoportot, de köszöntöm vendégünket, Dér Mártát, fogászt és felfedezőt, hadd mondjam így, mert hiszen önnek is köszönhető, hogy 10 esztendővel ezelőtt megismerkedett ezekkel a nagyszerű tehetséges fiatalokkal, és ugye köszönhetjük, hogy itt látjuk őket most ezen a héten is. Így volt? Igen, ez valóban így volt, bár meg kell jegyeznem, már nagyon-nagyon sokan én előttem fölfedezték őket. És azok az emberek, épp úgy, mint én is, gyűjtötték a csodákat az életben, mert azzal az ember találkozik, és vannak dolgok, amik még csodálatosabbak. A sok csoda között vannak még csodálatosabb dolgok. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy nemzettársainkat meg szeretnénk ismerni, akkor azt mondom, hogy Pusztina, innen 1200 kilométerre levő nagyközség, ahol én már szerencsés módon többször is jártam, nagyon érdemes arra, hogy megismerjük őket. És persze nem tudtam sose megtagadni a szakmámat, szeretem az orvoslást, a fogorvoslást, és éreztem azt, hogy én tudnék segíteni a gyerekeknek, és próbáltam, és nagyon örülök annak, hogy most másodszor sikerült itt Vas megyében ezekkel a gyerekekkel találkozni. Nagy összefogással meg kell, hogy mondjam, Szombathely városának nagy-nagy köszönet, a gyermekek nevében is mondom, Sékösség úgy szintén hatalmas készülődésben vagyunk, hát tavasz óta tulajdonképpen, és egy igazi összefogásról beszélünk, aminek reményeim szerint tényleg nagyon-nagyon jó hatása lesz egyrészt a gyerekekre, és mindazokra is, akik őket befogadták, Sékösség családjai, és köszönet még egyszer a Szavária Karnevál igazgatójának, az egész stábnak, akik egyrészt hát anyagilag is, épp úgy, mint Szombathely városa, de a föllépés lehetőségével is megajándékozták a gyerekeket. Pénteken 15 órakor fognak a Művészetek utcájában fellépni, majd pedig szombaton ők is be fognak sorolni a karneváli menetbe, római ruhákba. Én azért azt gondolom, hogy nagyszerű dolog, hogy erre lehetőséget kapott a csoport. Igen. Na de mi is köszönhetjük, hogy itt vannak, hiszen ugye a nézők is most hallgathatták, láthatták, hogy milyen csodálatosan szép műsorral Igen. készülnek ők majd nekünk Igen. hétvégén. Igen, én úgy éreztem, amikor megismertem őket, hogy ezt másoknak is meg kell mutatni, és az én hazámban is, itt Vas megyében is. Meg kell, hogy lássák, hogy tőlünk, ilyen messze, 1200 kilométerről is vannak magyarok, és több száz éve románokkal körülvéve mégis bírják a nyelvet, csodálatosan beszélik, számomra őket hallgatni hatalmas élmény. De gondolom más is ugyanígy van vele, és ugyanígy lesz vele. Mai napon érkeztek meg, nagyon nagy út van mögöttük, és ennek ellenére ilyen szépen teljesítettek, ahogy itt most végighallgattuk, ezzel a szép Szent István énekkel, ahogy bemutatkoztak, úgy érzem, hogy megérdemlik az elismerést. Egy hetet töltenek Szombathelyen, hogyha jól tudom. Igen, igen, egy hetet, és minden napra próbáltunk kulturális programokat, nagyon szép gyerekeknek is való kulturális programokat kitalálni, és szerencsére a Szavária Karnevál erre most számunkra igazából egy nagyon nagy lehetőséget adott. Minden napra van valami jó programjuk. Holnap mindjárt a 20-ai Szent István napi városi ünnepségen fognak szerepelni, illetve előtte a Szent István téren lezajló püspöki szentmisén is fognak énekelni. Kívánom, hogy minél többen láthassák, hallhassák a csoport fellépését. Nagyon szépen köszönöm, hogy elkísérte ide a csoportot, és válaszolt a kérdéseinkre. Én is köszönöm az egész csoport nevében. És még nincs vége, mert most még egy picikét hallhatnak abból a produkcióból, amit egyébként majd hallhatnak itt a héten, talán máskor is. Népdalok következnek kaval, furulya és dob közreműködésével. Mm.
120 éve született Derkovics Gyula, és 80 éve, hogy meghalt a festőművész. A kettős évforduló adja a Képtárban nyílt kiállítás apropóját. Az országban több tárlattal is emlékeznek a festőre. Itt a Képtárban nem Derkovics képek sorakoznak a falakon, hanem a Derkovics kör egykori alkotóinak munkái. Szombathelyi Képtár ebben az évben nagyon sok megkeresést kapott, és Derkovics képeket kölcsönzött ki a kiállításokhoz, és én nagyon örülök neki, hogy egy egészen más hangulatú és szemszögű tár nyílhatott meg. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a szabad iskola művészeinek munkáira. Festmények, szobrok és rajzok is mutatják a kör tagjainak munkáit az 50-es évek elejéről. Friss kutatási terület a Derkovics kör. Feltérképezésén Gálik Zoltán művészettörténész dolgozik Derkovics Gyula tiszteletére. Mivel már az összes munkáját bemutattuk, most mutassuk be a róla elnevezett Derkovics körnek a munkásságát, ami már a legenda kategóriájába tartozik, és elhatároztam, hogy bemutatom a Derkovics kör munkásságát. Rövid idő után rájöttem, hogy lehetetlen egy kiállításban bemutatni, hiszen a megnyitón is elhangzott, hogy ez egészen napjainkig húzódik ez a történet, és ezért én csak az első 6 évet igyekeztem bemutatni, nem kis mértékben azért, mert még élnek többen azokból, akik 48 és 53 között tagjai voltak ennek a Derkovics körnek. Az volt a célom, ha nem is a teljességet, de azt bemutassam, hogy a Derkovics kör tagjai nem egyszerű rajzszakkör voltak, ugyanis más rajzszakköröknél a résztvevők többsége nem lesz művész, viszont náluk nagyon sokan művészek lettek, és ez azt jelenti, hogy ez több, mint egy szabadiskola, mint egy kör, ez egy tulajdonképpeni párhuzama a szakiskoláknak, főiskoláknak, és ezt szerettem volna bemutatni a kiállításon. Az 1948 és 1953 közötti időszak alkotóit öleli fel a tárlat, a kutatás pedig folytatódik. Tekintettel arra, hogy annyi kérdést és problémát vet fel még most is az első időszak, hogy hogy lett szabadiskolából kör, mi történt, hogy létezhet az, hogy akik elvégezték a fél éves tanfolyamat, később is jártak oda. Tehát ezek még mind tisztázandó dolgok. Tárlattal emlékezik Derkovics Gyulára a Szombathelyi Képtár, ennek összefoglalóját láthatták az imént. És míg önök ezt nézték, addig hozzánk egy újabb kedves vendég érkezett. Köszöntöm a stúdióban Stranyák Zsófiát, de hadd mondjam a Zsófit, mert ugye mi így szoktuk egymást, vagy így szoktunk beszélgetni egymással. Kedves Zsófi, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Grafikusként, jó ismerősként itt vagy most nálunk, ugyanis arról beszélgetnénk egy picikét, hogy hát egyrészt te is bemutatkozol, de egy 3 napos művészeti fesztivál kezdődik hamarosan, tulajdonképpen annak részeként láthatnak majd téged a nézők. Hol is lesz ez a, mondom a címét, Vágy a villamosra, hol kezdődik, mikor kezdődik? Igen, ez több szálon futó történet volt lényegében, mert nekem már pár éve ezelőtt volt egyszer a villamosban egy ilyen önálló tárlatom, és ezt tudta Fűszó Balázs tanár úr az egyetemen, aki ott tanít irodalmat, hogy nekem már volt ez, illetve a villamos ebben az évben ünnepli egy nagyon fontos évfordulóját, emiatt amúgy is konferenciát rendeztek volna,
történészek, kutatók itt Szombathelyen egy nagyobb konferenciát, de ennek úgymond egy ilyen ízelítőjű választottuk ezt a karnevál idő alatt az én megnyitómat, egy újdonsult megnyitót, és így két dolog is összejött, továbbá fiatal egyetemista volt irodalom szakosok, vagy illetve irodalom szakos diákoknak irodalmi estjük lesz, különböző Savary Eszlem poetrinek is hívek, különböző ilyen kortársabb irodalmi feldolgozások, parafrázisokat adnak elő. Ez pontosan csütörtökön, azaz 21-én kezdődik, este 7 órakor az én kiállításom megnyitójával, és nem csak én állítok ki, hanem egy pécsi képzőművész is, így egy másik várost is kulturálisan idehozunk ebbe a kis villamosba. Maga... Hadd halljuk azért a Balázs nevét is. Bocsánat, mert ugye... Bubrák Balázsnak hívják. Ő lesz a másik fiatal alkotó. Festőművész ő elsősorban, meg grafikus is, de elsősorban festőművész. És utána a fiatalok még tartanak egy ilyen slam poetris estet egészen 10 óráig, és másnap indul tulajdonképpen a villamos körül a különböző irodalmi séták, túrák és irodalmi műsorok. Hát ez bizony nagyon jól hangzik. Most viszont a te és a villamos kötődését, hogyha egy kicsit megmagyarázod nekünk, mert ugye mi korábban már beszélgettünk erről, hogy nagyon nem véletlen, hogy te ezt tudtál és akartál csatlakozni ez a témához. Igen, nekem egy fontos, hát egy esemény hát... az életemben, ezek a vagy hát olyan téma, amivel én szeretek foglalkozni, ez a különböző embereknek a találkozása, emberek találkozása utcákon, helyeken, ilyen például a villamos is, illetve egyéb közlekedési, tömegközlekedési jármű, amin tulajdonképpen, ha azt vesszük A-ból B pontba, ha megyünk, észre se vesszük, hogy egy bizonyos 5 percig vagy 10 percig rengeteg olyan emberrel utazunk együtt, akiket nem is ismerünk, de mégis, Egy helyen vagyunk, és egy a célunk igazából, hogy mondjuk megállunk a Kálvária téri régi villamos megállónál, vagy mondjuk, ha a metrót mondom, mondjuk a Deák téri megállón, és ugyanoda tartunk, de nem is ismerjük egymást, így ez nekem nagyon érdekes, ez az úgymond élettörténetek súrlódása, amit mondjuk egy villamosban átélünk. De mennyire súrlódnak ezek az élettörténetek? Mennyire figyelnek az emberek? Te hogyan figyelted meg, mert te ezek szerint nagyon is figyeltél rájuk. Én sasszem vagyok, úgymond. Én általában szoktam figyelni, és a metró, illetve a villamosok kimondottan egy olyan szituáció, tehát amikor ott vagyunk benn, hogy észre se veszük magunkat, hogy mi adott esetben hogy ülünk, vagy mit csinálunk, mert adott esetben elbambulunk így a világba, és nagyon intimá válik az arcunk, az arc kifejezésünk, a testtartásunk, mert azt hiszük, hogy nem lát senki minket, mert csak a gondolatainkkal el vagyunk, holott be. Mindig néznek minket a ilyen tömegközlekedési járművekbe, és nagyon érdekes, sokkal intimebb adott esetben ez az egy 5 perces út ismeretlenekkel, mint bárhol máshol, mondjuk akár egy tereken, vagy fesztiválokon, vagy bárhol kávézóban. Hát mert ott talán másként figyelünk másra, igen. Itt viszont egy kicsit olyan, hát én nem is tudom, nem szerepelünk. Tehát aki tényleg leül a metrón, és tudja, hogy most 15 percig ott fog ülni, és elvonul a saját gondolataiba, az ugye elszakad egy kicsit a való élettől. Hát nem, lesz egy képem is, ami erről szól, hogy a úgynevezett magányok, mert itt több ember magányáról van szó, míg mi haladunk a villamoson, de mégse vagyunk magányosak, mert ott van 10-20 másik ember rajtunk kívül, de mégis magányok. Mi volt a legérdekesebb élményed ezzel kapcsolatosan? Volt olyan, ami olyan nagyon mélyen megérintett egy-egy ilyen pillanat? Hát több is. Több is, hiszen egy kiállítás is születik ebből. Igen. De mondjuk nem feltétlen a villamos, vagy a járművön belül, de a megállónál például egyik este mentem le, mondjuk most egy metró megállóról van szó, és hát valami iszonyat furcsa hangokat hallottam, olyan volt, mint valami földön túli élőlénynek a hangja. Kiderült, este fele mentem le egy elhagyatott metró megállóba, és kiderült egy lány, egy opera énekes gyakorolt az előadására, és nagyon jó az akusztikája. De hát ugye én nem láttam ott senkit, elnéztem balra-jobbra, és kiderült a túlsó oldalt ült egymaga, és énekelt, áriát énekelt a lent. És teljesen, hát azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Nagyon szép volt. Ő meg azt nem tudta, hogy milyen érdekes módon fogod te majd megörökíteni ezt, igen, az élményedet. Mert ugye a kiállítás az tulajdonképpen ezekből a villanásokból, ezekből az emlékekből áll. Igen, igen. Meg főleg ilyen élettörténetek töredékei
megtört szakralitások, lehet ilyeneket is mondani, ilyen elvontabb szavakat, de lényegében ez a koncepció, igen. És akivel együtt leszek, a másik kiállító személy, ő is reflektál ezekre a dolgokra, csak ő inkább a Pécs helyi jellegzetességgel, majd a képeken látni is fogjuk a pécsi városi képeket mondjuk. Tehát nem hagyományos módon. Tehát igazából Pécset és Pestet látjuk mondjuk? Nem, Pécset és egy ilyen inkább egy általánosított villamosi közeget részemről. Szombathely ebben egy kicsit kevésbé van benne, illetve hát benne van, hiszen itt nyílik a kiállítás, de hát ugye itt... Hát de itt is volt villamos elég sokáig. Akkor még nem igen figyelhetted a villamoson utazókat. Igen, de mondjuk nem csak villamos, tehát én azért mondom, hogy tömegközlekedési jármű, mert a busz az ugyanez az eset. És busz elég sok van Szombathelyen még. Nem mindegy ugye az se, hogy milyen címet kapott a tárlat, ezt még azért osszuk meg a nézőkkel, mert ugye ez egy ilyen kis dupla játék. Igen, maga a vágy a villamosra is egy dupla játék, az már előzőleg lelőtt poén, tulajdonképpen Tennessee Williamsnek van egy ilyen regénye, hogy a vágy villamosa, és én ezt annó el is használtam, ezt a címet, de most a mi kiállításunk címe ez a Street Cart, ami röviden a streetcar, az az angolul a villamos, és a street carthoz, hogyha hozzárakunk egy T betűt, akkor lesz belőle street art. És azért utca művészet, mert hát az utcán lévő emberek vonulnak föl a villamosra, és ezt dolgozzuk fel, az ottani élményeket. És akkor a megnyitót még egyszer csak pontosítsuk, tehát csütörtökön? 21 csütörtök, este 7 órakor kezdődik, a miénk 7-től 8-ig tart, utána 8-tól 9-ig egyes slam poetry est, és utána 10-ig is egy másik irodalmi es lesz. Az a lényeg, hogy rendkívül sok és változatos program várja ott majd a látogatókat. Szálljanak föl minél többen erre a képzeletbeli villamosra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. És akkor haladjunk egy kicsit tovább. A Karnevál Színház egyik előadásába pillanthatnak be a következő percekben, méghozzá Labis az Olasz Szalmakalap című művéből láthatnak most részleteket. De ha meglátta a kalapot, én nélkülön mehetek haza. A férjem megöl. Férje is van, gratulálok. Ezt képzeli, tisztességes nő vagy. Jó. Egy tilosban járó úriasszony elveszett, pipacsos szalmakalapja miatt az örömapa majdnem lefújja az esküvőt. Az egyik félreértés szüli a másikat, miközben a nászmenet taxikba szállva átszeli a várost. Özsén Labis Olasz Szalmakalap című bohózata 150 éve járja a világ színpadait. Most a karneválozó színházbarátok is megnézhetik a szombathelyi születésű Rétli Attila rendezésében. Nem szólt mellette más, mint hogy lehetőséget ad arra a szívbéli mulattatásra, ami egy nyári színházi estén oly jó dolog, hogyha megtörténhet. Egy kedves kis történet, ami szeretetről, szerelemről és a hétköznapi botlásokról szól, úgyhogy minden adott az, hogy a közönség jól érezze magát. Sárga színben úszik a megyeháza udvara. Ajtók nyílnak, csukódnak, csapódnak, álcáznak, bújtatnak és megmutatnak. Kisebb labirintus, ennek ellenére a történet érthető és élvezhető. A Hambai Kornél fordította szöveget, július közepe óta próbálja a társulat. Ugyan a nyári szabadsági részét elveszi, de ugyanakkor nincsen más. Tehát rövidebb a próbaidő, de cserébe csak ezt csináljuk, és akkor mégiscsak lazább az egész, és együtt vagyunk, együtt ebédelünk, együtt megyünk el utána, kicsit beszélgetni, kicsit idogálni, tehát van egy ilyen társulatot összekovácsoló ereje is. A Párizsban játszódó bohózatból természetesen nem hiányozhat a zene sem. Thank you.
A darabban a Vörös Sándor Színház már jól ismert színészeihez csatlakoztak a Kaposvári Egyetem végzősei. Többek között itt mutatkozik be először Edvi Henrietta, akit a főhőssel kacérkodó kalapárus nő szerepében láthatunk. Fadinárnak, a főszereplő fiúnak a volt kedvese, és fél éve eltűnt az életemből szó nélkül. És akkor bejön az üzletbe, hogy szeretne egy kalapot vásárolni, és akkor ugye itt találkozunk. A darab nekem nagyon tetszik, meg alapvetően ez a műfaj is nagyon tetszik. Hát a karakteremmel nyilván küzdök, de hát ez szerintem olyan dolog, hogy végig küzd ezzel az ember, hogy sohasem lehet kész. Energikus, lendületes és szórakoztató előadás az Olasz szalmakalap. Pont annyira könnyed, amennyire egy szabadtéri, nyáresti előadásnak illik, és pont annyi benne a játék, hogy karneváli hangulatba hozzon. Most térjünk a lényegbe. A lényeg a mániája. Ön most elszalad és hoz egy ugyanilyen kalapot. Olasz szalmakalap, firenzei pipacs. Nekem most van az esküvőm. El lehet azt halasztani. Micsoda? Az Olasz szalmakalap bizonyára nagy sikert arat majd, amíg csak látni lehet, és ugyancsak nagy siker várományosa lehet az Experidence fergeteges új előadása, amivel Sárváron lépnek majd közönség elé augusztus 21-én, ebből következik egy kis kezdcsináló. Az Experidence és a 100 tagú cigányzenekar szólistáinak fergeteges előadására nyert két jegyet. Következő szerencsés SMS küldőnk 30 598 66 11.
Gratulálunk, itt a televízióban csütörtökön átveheti majd a nyereményét. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és ismét a műhelyt választották, tegyenek így jövő héten is, viszontlátásra!